A Vivace Zenei Egyesület június 19-én újabb különleges zenei élménnyel örvendeztette meg a komáromiakat. A nagy meleg sem jelentett akadályt, mivel a Városháza teltházas dísztermében a Csárdás szimfonik felejthetetlen hangulatot varázsolt. Híres zenésznek a zenekarában játszottunk együtt közösen, most már körülbelül 20 éve, a Nem titok a Mága Zoltán zenekarába, és mi ott vagyunk, úgy vagyunk, mint egy gypsy virtuóz zenekar, én ott cimbalmon játszok, a barátom az a Magyar Rádió zenekarának a szólamvezetője, Pozamista, és akkor mi nagyon jó barátságot ápolunk azóta is, és akkor nagyon megtetszett, hogy Csárdás is van benne, magyaros cigánzene, és a klasszikus próbáltuk ilyen crossover stílusba együtt eljátszani, és ez nagyon sikeres volt, és nagyon bejött, és nagyon tetszett a népnek, és akkor nagyon sokáig gondolkoztunk a zenekar nevén, és akkor akartunk egy ilyen rövid ütős zenekar nevet, így alakult meg a Csárdás szimfonik, ami most már 2 éve működik, és nagyon tetszik, és remélem, hogy nagyon sokáig fog még működni, és sikeres lesz a zenekar. Legtöbbször ilyen jótékonysági koncertet szoktunk adni, legutóbb Fóton voltunk egy evangélikus templomba, ahol teltházott, és nagyon nagy sikerünk volt, és nagyon a magyar nagy híres énekesek voltak felünk, az operett énekesek, Dancsanna Mária, Laki Péter, volt felünk 2 magyar nóta énekes, Kalina Enikő és Dócs Péter, és 12 tagú zenekar, ami felesbe 6 cigánzenész volt, és 6 szimfonikus zenész. Produkciónk az ugye ennek a jegyében született meg, tehát van klasszikus, tehát mondjuk például Brahms Liszt darabokat játszunk, illetve lesz cigányzene is, illetve Karcsi barátom, akit egyébként annyiba hagy emeljek már ki itt a csapatba, hogy ő a Magyar Köztársaság érdemrend aranyfokozatával rendelkezik, ezt 2 éve, jól tudom, kapta ezt a kitüntetést, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, meg erre az egész együttes. Azt gondoljuk, hogy így a klasszikus zene, a cigány zene, megpróbáltuk így összeboronálni a 2 műfajt, és majd elég jó dolgok jönnek ki belőle, és még hogy kiegészítsem, Karcsi, legutoljára Poroszlón játszottunk egy hangversenyen, de játszottunk már a Bécsi Koncerthouse-ba, illetve említette ezt a Fóti koncertet, és hát ugye még sorolhatnám a városokat, ahol kaptunk meghívásokat, meg hát reméljük, hogy még fogunk kapni meghívásokat a következő időszakban is.